A Szent Háromság Isten iránti hálaadással a reformáció 500. évfordulóján olvasható a szöveg azon az emléktáblán, melyet a Fehér templom falára helyeztek. A márványtáblát ünnepi istentisztelet keretében áldották meg a protestáns egyházak képviselői. Majd dr. Szilágyi Kósa Anikó egyetemi tanár beszélt a magyar fordítású Károli féle Biblia jelentőségéről, nyelvünkre, kultúránkra gyakorolt hatásairól. A bibliafordítások hatalmas fellendülést hoztak nyelvi szempontból egész Európában, nem csak abban az értelemben, hogy nyelvtanok és szótárak születtek a fordítások nyomán, hanem főleg azért, mert megemelkedett a nemzeti nyelvek presztízse, hogyha most már a Szentírás is olvasható volt a legkülönbözőbb kisebb-nagyobb európai nyelveken, akkor nyilván egyetlen európai nyelvre sem lehetett azt mondani, hogy nem tökéletes valami miatt, valamilyen tudomány nem lehet rajta végezni. Éppen ez indította el aztán a reformációnak egy újabb áldásos következményeként Európa szerte, különösen Magyarországon az anyanyelvi iskoláztatás. Számos olyan közmondású, szólású, amelyekről a nem hívő ember talán nem is gondolná, bibliai eredetűen állni, bálám szamara, mosom kezeimet, aki másnak vármetás, maga esik bele, mind bibliai szövegekre épülnek, abból vett idézetek, vagy akár a vakvezet világtalant, vagy nem tudja, a bal kéz mit cselekszik a jobb, az elsőkből lesznek az utolsó, akár melyik mondatot, közmondást használjuk, mindannyian mindig a Bibliától idézünk. Az ünnepi istentiszteleten Gabnai Sándor evangélikus lelkész hirdetett igét. A protestáns egyházak képviselői közösen megkoszorúzták Dévai bíró Mátyás reformátor emléktábláját a Balatonfüredi Panteonban. Dévai bíró Mátyás a térség első prédikátora volt. Nevéhez kötődik az 1545-ben megalakult helyi református gyülekezet Arácson, mely napjainkban is erős, összetartó közösség. Az azóta a település részen szolgált lelkipásztoroknak és tanítóknak állítottak emléket az arácsi parókia udvarán. A két kőtömbön egy-egy résztáblán olvashatók az elődök nevei, illetve szolgálatuk ideje. Az avatóbeszédet Császár Attila Esperes tartotta. A mai megemlékezésünk, ami én szentül hiszem, hogy lelki síkon igenis összeköt bennünket, ami hitvalló eleinkkel, a múló idő felett áll, illetőleg abszolút módon túllépi azt. A lelkészeink, valamint a tanítóink, mint a hitnek és a tudománynak az erős bástyái karöltve szolgálták az Isten ügyét. Valamennyien tudjuk, hiszen azért annyira ismerjük a gyülekezet történetét, hogy ott álltak helyt, ahová állítattak. Ők nem kalandorok voltak. Ők nem kerestek jobb megélhetést. Ők nem kerestek gazdagabb gyülekezetet. Ők nem kerestek kényelmesebb életet, hanem a kevésen voltak hűek, mint hű sáfárok dolgoztak. Érdemes majd megnézni, hogy a nevük melletti évszámok jelzik a több éves, és sokuk esetében a több évtizedes helyben maradásukat, az el nem fogyó gyülekezet, vagy még inkább a gyarapodó gyülekezet, pedig az ő munkájuk gyümölcsét. Nemzedékek egész sora került ki az ő kezük alól, olyan utódokat neveltek, akik a sorsfordító nagy időkben sem tévesztették el az irányt, és ugyanazt az eszmét vallották életük minden pillanatában. Az emlékmű megkoszorúzása után ünnepi istentisztelet kezdődött a templomban, Császár Attila Esperes hirdetett igét. A füredi Fehér templomra felhelyezett táblából 351 darab készült hasonló szövegezéssel. Ezek a Dunántúlon található templomokba kerültek. Mostantól Arácson is tábla emlékeztet a reformáció 500. évfordulójára.